A Magyar Nyelv Napja központi ünnepségén vagyunk, ahol annak jártunk utána, itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban, hogy kinek mennyire szívecsücske a magyar nyelv, ki mit tesz érte, ki hogyan gondolkodik anyanyelvünkről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is engedjék meg, hogy én és a kultúráért felelős tárca nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem mindnyájukat a Magyar Nyelv Napja alkalmából, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös ünnepi rendezvényén. A Magyar Nyelv Napja körül lassan kialakuló mozgalomnak egyik középpontja az Anyanyelvápolók Szövetsége, amely tevékenységének megújítását legjobb hagyományainak megőrzésével végzi. E hagyományok kiemelkedő szereplője az immár legendává vált Lőrince Lajos professzor, ezért őszinte örömömre szolgál, hogy jelen lehetek a róla elnevezett díj átadásának ünnepén. Tisztelt ünneplő közönség, engedjék meg, hogy megköszönve figyelmüket a díjazottaknak előre gratuláljak, és mindannyiuknak szép ünnepet, szép és nagyon hasznos, tartalmas tanácskozást kívánok. Hammerstein Judit a kultúráért felelős tárca nevében köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. Miért pont ma ünnepeljük a magyar nyelvet? Ma november 13-a van, és ezen a napon, 1844-ben az akkori országgyűlés alsó és felső háza arról döntött, és törvényt hozott arról, hogy a magyar nyelv Magyarország hivatalos nyelvévé válik, mert hogy azelőtt, és ezt kevesen tudják, Magyarország hivatalos nyelve a latin nyelv volt. Úgyhogy ez egy nagyon nagy történelmi tett volt. November 13-án erre emlékezünk, hiszen két évvel ezelőtt, most már talán egy picikével, több mint két évvel ezelőtt, 2011. szeptemberében a Magyar Országgyűlés hozott egy határozatot, amelyel november 13-át erre a jeles napra, erre a jeles történésre emlékezve a magyar nyelv napjává nyilvánította, és arra kért fel gyakorlatilag mindenkit, hogy méltó keretek között, méltó módon ünnepelje meg, vagy ünnepeljen ezen a napon. Mi történt az elmúlt években, és mi várható még? Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy az országgyűlés ezt a határozatot meghozta. Én arról tudok beszámolni az elmúlt két év vonatkozásában, hogy a magyar nyelvre ezáltal nagyobb figyelem hárul, és ez nagyon fontos, hiszen közös felelősségünk, kormányzat, iskolák, szülők felelőssége, felnőttek felelőssége az, hogy a magyar nyelv ápolása, megmaradása érdekében mindent megtegyünk. Ez sok törődést igényel, hiszen talán az nem is lehet kérdés, miként ezt a tárca tavaly a felhívásában megfogalmazta, hogy valójában csak azok a nemzetek voltak képesek a II. Világháború követően sikerre szert tenni, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a kulturális örökségüket és kiemelten az anyanyelvüket ápolják, megtartsák. Valóban nemzeti identitás, közösségi összetartozás a anyanyelv nélkül elképzelhetetlen, illetve ott, ahol abban az országban, abban a közösségben, ahol az anyanyelv sorvadozni kezd, ott egészen biztos, hogy a közösség maga is elsorvadásra van ítélve. Ennélkül, tehát gyakorlatilag egy ápolt, jól karbantartott anyanyelv nélkül sikereket elérni, még a gazdasági területen sem lehetséges. Központi ünnepségen vagyunk, ami elég széles körület kilépett Budapest határaiból. Hát és nem csak Budapest határaiból, én egy nagyon jó példát tudok mondani, hiszen ma délelőtt az Erzsébetvárosi Önkormányzat meghívásának köszönhetően egy egészen különleges rendezvényen vettem részt. Az Erzsébetváros és Terézváros önkormányzata azzal a kezdeményezéssel élt, immár második alkalommal, hogy óvodások mondjanak el együtt 5 magyar verset egyszerre. A tavalyi évben 1000 óvodás vett ezen részt, ebben az évben viszont több mint 5000. És most már nem csak a 7. kerületi óvodákból érkeztek óvodások, hanem a 6. kerületből is, sőt, ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak csepeli óvodások, de nem csak csepeliek, hanem Győr környéki települések is jelentkeztek, csak a csepeliek voltak azt hiszem 2500-an, tehát 2500 óvodás.
és a határon túliak is jelentkeztek, tehát 2 település a Felvidékről, és 3 település pedig Erdélyből. Így mindösszesen azt hiszem több mint 5200 óvodás mondott el egyszerre ugyanabban a pillanatban 5 magyar verset. Az élmény azt hiszem, hogy tényleg lenyűgöző volt, és nagyon megható. Úgyhogy itt látszik, hogy ebben a kezdeményezésben milyen lehetőségek vannak úgy hosszú távon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kulturális kormányzat, amikor felkarolta az anyanyelvápolóknak a kezdeményezését, hiszen ők éltek ezzel a kezdeményezéssel, hogy november 13-a, vagy bármilyen más jeles nap kijelölésével ünnepeljük meg a magyar nyelvet, és koncentrált figyelmet fordítsunk a magyar nyelv fontosságára, akkor pontosan ilyen típusú rendezvényekre gondol. Tehát ez igazi mozgalmi tevékenységet jelent, és valóban azt gondolom, hogy ez is a cél, hogy minél több civil szerveződés, önkormányzat, iskolák éljenek ezzel a lehetőséggel, és gondoljanak ki olyan rendezvényeket, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy közösségi élményként fiatalok, felnőttek, idősek, fiatalok a magyar nyelvet méltó módon meg tudják ünnepelni. A Lőrincze díjban eddig 41 kiválóság részesült. Azért 41, mert az első évben 3 Lőrincze díjat adtunk ki 1993-ban. Legnagyobb örömünkre, 2 most újból bővítik, gazdagítják a díjazottak listáját. Ebben az ünnepi pillanatban hálás szívvel gondolok jeles mesteremre, aki bő egy évtizedig intézeti főnököm is volt, és mikor tudományos tanácsadó lett, tőle vettem át a stafétabotot. Köszöntöttem is őt már 50 éves korában, sőt, itt vannak olyan kollégáim, akik tudják, hogy akkor tréfás verset is írtunk neki. Volt módom köszönteni 60 éves korában, 70 éves korában, de a 80-nak a megünneplésére már nem kerülhetett sor. Kedves Lajos bátyám, most és itt sokan gondolnak rád, sokan gondolunk rád nagy szeretettel, miközben te már az égi vadászmezőkről vizsgálod, hogy vajon hogyan fejlődik ez a nemzet, és ennek a nemzetnek csodálatos anyanyelve. Grécsi László ma a magyar nyelvművelés idolja. Őtőle is arra szeretnénk választ kapni, hogy egy-egy ilyen ünnepség milyen jót tehet a nyelvünknek. Én mindig hirdettem, hogy kell a nyelvről beszélni. Ahhoz, hogy az anyanyelvünkhöz hozzáférjünk, hírt kell adni róla. Mennyit küzdöttem azért, hogy legyen ennek az anyanyelvnek egy napja például, és 2 évvel ezelőtt megvalósul, de évtizedekig tulajdonképpen erre gondoltam, hogy kellene. Néhány ilyen rendezvény van már, a magyar nyelv hete, az 1967-től már megvan és működik, és mozgalom lett belőle, de most már van a magyar nyelvnek napja is. Volt a magyar nyelvnek éve is, 2009 Kazincihoz kapcsolva, úgyhogy nagyon fontosnak tartom az ilyen eseményeket, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezentúl is minden évben, november 13-án, ezen a napon legyen ilyen szép gálaműsor, sok szép ilyen megnyilatkozás az anyanyelvről, mert ez nagyon hozzáköti az embereket a nyelvükről. Én mindig hirdetem, hogy a legfőbb, sőt egyetlen nemzet összetartó az anyanyelv, nem más. Az anyanyelv a legfontosabb, úgyhogy ilyenkor legalább mindenki mondja el a kötődését. Ezek a ünnepek azokra vonatkoznak, akik magyarnak vallják magukat, büszkék arra, hogy magyarok, és nem szégyellik a magyarságukat. Ez is különbség, de úgy érzem, az ország lakosságának túlnyomó része azt mondja, örülök, hogy magyarnak teremtett az Isten. Akiről laudációmban szólok, vagyis dr. Bősze Péter egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, voltak éppen nem is egy, hanem legalább 3 tudománynak aktív és igen eredményes művelője, a nőgyógyászatnak, az onkológiának és a genetikának. És történetesen éppen 25 éve, hogy 1988-ban az Országos Onkológiai Intézet nőgyógyászati osztályának vezetője lett. A kezdetektől máig több mint 200 kongresszuson vett részt előadóként. Mintegy 300 tudományos közleménynek volt szerzője vagy társszerzője. Számos könyv írója vagy szerkesztője.
A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának alapító elnöke. Az Európai Rák Akadémia alapítója szintén elnöke. A magyar nyelv a szaknyelveken alapszik. És a szaknyelvek műveléséhez nem elegendő a nyelvész. Idén is átadták a Lőrince díjakat az önközreműködésével. Miért alakult ez a díj, és kik kapták idén? Természetesen Lőrince Lajos emlékére alakult. Még abban az évben, amikor Lőrince Lajos meghalt, ennek éppen 20 éve, 1993-ban, még annak az évnek a novemberében, decemberében átadtuk az első Lőrince díjakat. Még el is mondtam most a laudációban, ahol Bősze Péter professzort méltattam, hogy valóban úgy van, hogy a tudományban nagyon fontos a Lőrince díj, és leginkább tudósok kaptak, de meg kell becsülni azokat is, akik nem egyes tudós alkotásokkal, hanem egy mozgalommal, a beszélni nehézkör létrehozásával és ébren tartásával őrzik a nyelvet, őrzik a lángot tulajdonképpen. Addig él az anyanyelv, amíg használják és amíg szeretik. Én egész életemben arra törekedtem, hogy a magyar nyelvet próbáljam megszerettetni, és minél alaposan megismertetni. Ez a kettő összefügg. Úgyhogy ismeretterjesztő tevékenysége mindig erre irányult. A tudományos szinte le is választható ebből, de az is szükséges hozzá, de a magyar nyelv megszerettetése a legfontosabb. Anyanyelvének, anyanyelvi kultúrájának elkötelezett tudóst, tudományszervezőt, tanárt, sőt, az igényes előadót köszönhetjük Kis Jenő professzor, professzor emeritus személyében. Élete és munkássága szorosan kapcsolódik szülőföldjéhez, a Rábaközi Mihályhoz, valamint Budapesthez, az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez és a Magyar Tudományos Akadémiához. Fő kutatási területe a nyelvjárástudomány és a szociolingvisztika, vagyis a társadalomnyelvészet, valamint a nyelvtörténet. Ezeken a tudományterületeken alapvető művek szerzője, szerkesztője. Ösztönzője a számítógépes dialektológiának. A nyelvi kultúrát, a nyelvi ismeretterjesztést érintő tanulmányai németországi vendégtanársága idején főként a magyar mint idegen nyelv kérdéskörével. Később a nyelvi tudat és az attitűdök vizsgálatával, azon belül is a regionális területi környezet, az úgynevezett tájnyelvek nyelvhasználatával, valamint nyelvpolitikával foglalkoznak. Juhász Judit az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökeként vesz részt az ünnepségen, illetve tulajdonképpen a szervezésben is. Nagy feladat volt és gyönyörű feladat, de a legnagyobb Grécsi tanár úr után átvenni az elnöki posztot. Tavaly decemberben választott meg a közgyűlés. Tanár úr tiszteletbeli elnökként segíti tovább a munkánkat, de már nem akarta ezt a sok feladatot tovább vinni a vállán. Korábban egyébként Bánfi György színművész volt az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke. Szerettük és nagyon-nagyon hiányoljuk őt. Úgyhogy különös és izgalmas feladat átvenni a nyelvészek, a színművészet, a pódium művésze után ezt a társadalmi szervezetet, amelynek 2000 tagja van. Gyerekek, felnőttek, diákok, pedagógusok, civilek, akik arra szövetkeztek immár 20 esztendeje, hogy egy kicsit tudatosabban, nagyobb odaadással, nagyobb szeretettel óvják, védik az anyanyelvet. Úgyhogy ez egy olyan társadalmi szervezet, amely együtt él, lélegzik az egész Kárpát-medencében, mert van erdélyi szövetségünk, és van már, hála az égnek, egy kárpátaljai szövetsége is az anyanyelvvédőknek, úgyhogy igyekszünk együtt dolgozni, és ünnepelni is. Hát ez a mai nap, ez ünnep minden percében. Mi a feladat? Tehát egész évben mit lehet tenni a nyelvért? A legkülönbözőbb közösségekben dolgozunk. Egyrészt talán a legismertebb a közvélemény előtt a Beszélni Nehéz Mozgalom, amelyet Deme László tanár úr és Pécsi Blanka művésznő indított 40 évvel ezelőtt, és amely a rádió műsorokon keresztül hétről hétre több száz
egyéni, illetve iskolai közösséget mozgatott feladatokat kapnak a rádión keresztül, sok évig a Magyar Rádióban, néhány éve pedig a Katolikus Rádión keresztül, bejelölik a példamondatokat a hangsúlyok szerint. És ezeket a megfejtéseket a Kerekes Barnabás tanár úr, Vadász Ágnes tanár, Vadász Zsuzsa tanárnő hétről hétre átjavítja, értesítik őket, hogy kik azok, akik a legjobb megfejtést adták, könyvjutalmakat adnak. Tehát gondold el, hogy közösségeket nem csak, hogy együtt tart, hanem örömmel tölt el, ezek nyelvi szakkörök, vagy pedig könyvtárakban működő kis közösségek, megvárják a következő heti rejtvényt, és bejelölik a bizony nem is olyan könnyű hangsúlyokat, szüneteket, és a legkülönbözőbb, aki mikrofonnal bánik, tudja, hogy milyen is az, hogy egy szöveget el lehet úgy is mondani, hogy se füle, se farka, és a rosszul megválasztott szünettel értelmét veszíti. Nos, tehát ez az egyik legkomolyabb, vagy ha szabad így mondani, legismertebb munkás közössége a Beszélni Nehéz mozgalomköre, és ezeknek a versenyeknek a felkészítő táborai, illetve a szakkorvezetők, és a pedagógusok különböző nyári táborai alkotják azt az ívet, amelynek alapján nem csak ismerjük és szeretjük egymást, hanem amellyel egymást támogatva képezzük, és közben kirándulnak, megismerik annak a régiónak a tájait, ahol éppen a legkülönbözőbb változatossággal tartják ezeket a egyhetes összejöveteleket. Úgyhogy ez egy élő, lélegző mozgalom, amelyet összeköt például az Édesanyja nyelvünk folyóirat is, két havonta jelenik meg. Ennek 5000 példányban jelenik meg. Előfizetői vannak, akik várják, és akik olvassák, és küldik a véleményüket, vagy éppen az írásaikat. Úgyhogy remélem, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy Magyarországon ismét közügyé váljék a nyelv védelme, az anyanyelv szeretete, úgy, mint ahogy Lőrince Lajos idejében néhány évtizede volt, amikor tényleg a anyanyelvi műsorokat és különböző programokat nagy-nagy tömegek nézték és kedvelték. Mostanában egy kicsit elfogyott a rádióból, televízióból is sajnos az úgynevezett anyanyelvi műsorok, de talán azért a mi segítségünkkel is sikerül egy kicsit életet vinni a nyelvvédelembe, de főleg azt a szeretetet fölmutatni, amit azok éreznek, akik tudatosan vigyázzák és élvezik az anyanyelvüket. Kosztolányitól tanultuk, és sok-sok írónktól, irodalmártól, művésztől, hogy micsoda óriási kincs, és milyen ritka, egyedülálló a világon a mi nyelvünk. Ennek a mélyére hatolni, és ezt megtanítani az unokáinknak, és továbbvinni, ez ennél szebb dolog, azt hiszem, kevés van a világon. Most itt vagyunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, de ez az ünnepség most kiterjesztette szárnyait. Hol láthatják még? Élő adásban láthatják azok, akik interneten nézik a Petőfi Irodalmi Műsor programját, és például együtt nézték velünk, együtt élvezték talán az ünnepség első részét Széphalmon is, a Magyar Nyelv Múzeumában, oda élő kapcsolásban közvetítettük az itt történteket, úgyhogy Hammerstein Judit helyettes államtitkárasszony innen köszöntötte őket, és hát remélem, hogy valóban jó hangulatban és tartalmasan zajlik ott is az ünnepség, ahogy sok-sok városában még Magyarországnak és a Kárpát-medencének. Nagy Gáspár Kossuth Díjas költő, korán eltávozott akadémikus barátunk soraival üdvözlöm valamennyiüket, és köszönöm az előttünk szólók beszédeit, és szívesen idézném továbbra is Nagy Gáspárt, aki Grécsi tanár úr 2000-ben megjelent nagyszerű antológiáját, a Mi Nyelvünk című reprezentatív kiadványt köszöntötte a Vigília 2001-es számában gyönyörű szavakkal, nagyon fontos gondolatokkal, amelyeknek csak a végéből szeretnék még egy fél mondatot idézni, ami így szól, ezt adta egyébként az írás címéül is Gáspár, azt mondom, nem félteni kell anyanyelvünket, hanem sokkal jobban kell szeretni. Nos, mi azt hiszem, féltjük is, és szeretjük is. A szeretet partitúrájában ne a féltést, és ne a siránkozást, vagy a jajveszékelést kottázzák a nyelv őrző angyalai.
mondja Gáspár, hanem a biztos derűt, és ha tetszik, az óvó büszkeség, a nyelved bátran megvalló öntudat hangjegyeit. Mert csak a szeretet védelmezheti meg, és teremtheti újjá az isteni rendelés szerint ajándékul kapott anyanyelvet. A miénket is. Ne feledjék el, hogy önök, kedves nézőink, akik minden nap magyarul beszélnek, önökön is múlik, hogy hogy használjuk az anyanyelvünket, mennyire szeretjük, mennyire vigyázunk rá, mert a nyelvnek csak a használat ad életet.